Még érvényes a tavalyi. Országosan több mint 1,3 millió darab megyei matricát értékesített 2015-ben a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A tavaly megvásárolt matricák még január 31-ig érvényesek. Csökkent a sertéshús áfája. A régi fogyasztói árhoz képest januártól olcsóbbak a tőkehúsok. Ilyen a comb, a lapocka, a tarja, a karaj, az oldalas, valamint a dagadó. Egyes üzletekben már érezhető az árcsökkenés hatása. Új azonosító. Kártyaformátumú igazolvány váltja fel a hagyományos papír alapú, kézzel kitöltött őstermelői igazolványokat, amivel könnyebben ellenőrizhető, hogy az árusok valóban a saját termékeiket kínálják-e a piacon. Országosan több mint 1,3 millió darab megyei matricát értékesített tavaly a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. A tapasztalatok szerint népszerű a díjfizetés ezen formája. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az új típus bevezetésével Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a főváros között az eddigi összeg 60%-áért, összesen 25 ezer forintért közlekedhetnek az autósok egész évben. A tavaly megvásárolt matricák még 2016. január 31-ig érvényesek. Az útdíj részét képezi az infrastruktúra és a külső költségdíj. Előbbihez az utak építésének, üzemeltetésének, bővítésének és fenntartásának költsége, amíg az utóbbihoz a zaj, illetve levegő szennyeződés miatt felmerülő költségek tartoznak. Sem díj, sem pedig területi változások nem történtek a matricák használatában 2016. január 1-től. Nem történt változás egyébként a matrica kategóriákat tekintve sem, tehát továbbra is meg lehet váltani a jól megszokott heti 10 napos matricát, a jól megszokott havi matricát, az éves országos jogosultságot, a most megváltott éves országos jogosultság, a vásárlás időpontjától, tehát a kifizetés időpontjától 2017. január 31-ig lesz majd érvényes, és úgy tapasztaljuk, hogy nagy népszerűségnek örvendenek a megyei matricák. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen több mint 15 ezer darab megyei matricát értékesített a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT, így a 16 díjköteles úthálózattal bíró megyéből a 10. helyen áll térségünk az eladásokat tekintve. Kedvezményben részesülhetnek a nagycsaládosok és a mozgáskorlátozottak, így a D2-es csoportba tartozó 7 személy szállításánál többre alkalmas jármű matrica díja mindössze 5 ezer forint, az egyébként D1-es kategóriába tartozó autók 10 ezer forintos díja helyett. Amennyiben D2 kategóriába tartozó járművel rendelkeznek, ugye itt jellemzően a 8-9 személyes kis buszokról van szó az ő esetükben, januártól már nem utólag tudják visszaigényelni a két díjkategória közti árkülönbözetet, hanem amennyiben eleget tesznek előzetes bejelentési kötelezettségüknek, kormányhivatalokban, okmányirodákban, akkor a bejelentést követően, a mentességi nyilvántartásba való felvételt követően jogosultak már nálunk a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltatónál, illetve a viszonteladói értékesítési pontokon már a vásárlás során az olcsóbb D1 kategóriában megváltani az E-matricát. A megyei matricákat a szomszédos megyében található első csomópontig használhatják fel az autósok. Az ellenőrzési rendszer hatékonyságát folyamatosan fejleszti a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT, kamerákkal és országos lefedettséggel rendelkeznek. A pótdíjak összegesen változott a tavalyihoz képest. Személyautó esetében 30 napon belül kifizetve 15 ezer forint, míg ezt meghaladva nettó 60 ezer forint a büntetés mértéke. 2015-ben mindössze 2-3% volt a jogosulatlan úthasználók száma, ami nemzetközi szinten is kiemelkedő arány, tette hozzá Kibédi Varga Lajos. Január 1-től a sertéshús áfája 27%-ról 5%-ra csökkent. A régi fogyasztói árhoz képest így olcsóbbak a tőkehúsok, ilyen a comb, a lapocka, a tarja, a karaj, az oldalas, valamint a dagadó. Az általunk megkérdezett hentes üzletben az év első napjaiban már nőtt a sertéshús forgalma az árcsökkenés hatására. A feldolgozott termékek áfája azonban nem változott. A sertésmájat, sertészsíradékot és a zsírszalonnát továbbra is 27%-os forgalmi adó terheli.
A bontott sertéstermékekre vonatkozó 22%-os adócsökkentés hatására az ágazat fehéredését várják a szakmai szervezetek. A Földművelésügyi Minisztérium az áfa csökkentéssel egy időben bejelentette, kiemelt figyelmet fognak fordítani arra, hogy a kiskereskedők az áraikban is érvényesítsék az adócsökkentést, így a korábbinál olcsóbban kínálják a termékeiket a vásárlóknak. Sertéshús áfája 22%-kal csökkent a boltokba, ennyivel kevesebb áfát kell, 5%-ot kell most már befizetni a sertéshús után. Ez a boltokban nálunk személyesen is érződik, mert emiatt egy jó 200 forintos átcsökkenést értünk el a boltjainkban a sertéshús áfa csökkenése miatt. Az áfa csökkentésnek köszönhetően a sertésből bontott termékek kilónkénti ára a legtöbb esetben 1000 forint alá esett, mondta el Szent Miklósi János. Hozzátette, a jogszabály pontosan meghatározza, mely húsfajtákra vonatkozik az áfa csökkentés. Eddig a félbe, hogyha fél sertésbe vásárolta meg a vevő a sertést húsa, abban az esetben volt 5%-os az áfa, most már bontva is 5%-os lett a sertéshúsnak az áfája. Nem érinti viszont a belsőséget, nem érinti a fejet, a körmöt, a tőkehúst érinti, a sertés combot, karajt és a többi részét, bontásból származó többi részét érinti. Szent Miklósi János hozzátette, az áfa csökkentésnek köszönhetően az év első napjaiban nőtt a sertéshús forgalma, hosszabb távon pedig azt várják, hogy kompenzálódjon a piac, és a kisebb hentes üzletek és az áruházláncok közötti verseny jobban kiegyenlítődjön. Kártyaformátumú igazolvány váltja fel a hagyományos papír alapú kézzel kitöltött őstermelői igazolványokat. Az új kártyán elhelyezett adatoknak köszönhetően könnyebben ellenőrizhető, hogy az árusok valóban a saját termékeiket kínálják-e a piacon, vagy pedig kereskedelmi tevékenységet folytatnak, mondta el televíziónknak Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke. Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos ügyintézés a jövőben is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falu gazdászainál kezdeményezhető. A korábbi három helyett 5 évig lesznek hatályosak az új igazolványok, amelyeket postai úton vagy az igénylés helyén vehetnek át a kérelmezők. 2015. december 28-án született egy kormánydöntés, ami lehetővé teszi, hogy a hagyományos papír alapú igazolványokat egy kártyaszerű őstermelői igazolvány váltja fel. Ez nem csak annyiban változik meg, hogy nem papír alapú lesz, hanem ez egy informatikusabb tájékoztatást tud adni azoknak, akik ennek az ellenőrzésével vannak majd megbízva, és több adatokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy ez az őstermelői milyen területen, milyen növényeket termel, és csak azokat tudja értékesíteni, amit regisztrált és feltüntetett ebben az igazolványban. Rácz Imre elmondta, az új kártya alapú igazolványoknak köszönhetően egy kiskapu is bezárodott. Korábban ugyanis összemosható volt az őstermelői és a kereskedelmi tevékenység, vagyis a nem valós őstermelői tevékenységet folytatók ezáltal kikerülnek a rendszerből. Az új igazolványok bevezetése még az idei évben megtörténik, tette hozzá az elnök. 2016. december 31-ig érvényesek a régi őstermelői igazolványok, de mi azt javasoljuk, hogy akik jönnek a betétlapot érvényesíteni, azok már kezdjék el, most egy kicsit az idő is úgy engedi, hogy a falugazdászállózat most mással nem foglalkozik, és kezdjék meg ennek az érvényesítését. Most kap egy június 31-ig szóló vagy engedélyezett nyomtatványt, és akkor, ha minden jól megy, a technika is velünk van, akkor 60 napon belül postán meg fogja kapni az igazi kártyaszerű őstermelői igazolványát. Az árusító termelőket és az őstermelői igazolványok valódiságát a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal ellenőrzi majd. Rácz Imre elmondta, a közeljövőben készül egy olyan okos telefonos alkalmazás, amely használatával a vásárlók is ellenőrizhetik az árusító helyeken az őstermelőket, hogy valóban a saját terményeiket árusítják-e.
Várhatóan január végétől igényelhetik a három gyermeket vállaló családok a bankoknál a 10 plusz 10 millió forintos családi otthonteremtési kedvezmény támogatást, írja az MTI. A Bankmonitor alapító ügyvezetője azt nyilatkozta, a részletkérdésekben még folynak az egyeztetések. Ezek lezárását és a feladatról való saját felkészülésüket követően tudják majd a bankok fogadni az igénylőket. Előre láthatólag a 10 plusz 10 millió forintos támogatást 7-8 pénzintézet folyósítja. Ezek lefedik a magyarországi bankpiac 80-85%-át, de a kör még bővülhet. A 10 plusz 10 millió forintos csok igénylése a múlt évhez hasonlóan maximum 30 ezer forintba kerülhet az ügyfeleknek. A támogatásból Budapesten jelenleg egy újépítésű 75 négyzetméteres lakás árának fele, vidéken pedig egy ugyanekkora lakás, mint egy kétharmada finanszírozható, írja a távirati iroda. Igazságtalannak nevezte a 10 plusz 10 milliós családi otthonteremtési támogatást mai sajtótájékoztatóján Csabai Lászlóné, az MSZP Szabolcs-Szatmár Bereg megyei alelnöke. A szocialista politikus arról beszélt, hogy a minimálbér és a körül kereső családokat a bank hitelképtelennek tartja, így az alacsony keresetűek eleshetnek a támogatástól. Csabai Lászlóné szerint a megyében élő családok akár 50%-a emiatt nem veheti majd igénybe a kedvezményes konstrukciót. Ez a mostani rendszer nem a lakáspolitikának egy komplex rendszere, megint nem foglalkozik azokkal a kis emberekkel, nem én használom ezt a szót, hanem Orbán Viktor használta, akik minimálbér környékén keresnek, akár mind a ketten is, és ők is gyerekeket nevelnek. Egyet, kettőt, hármat, vagy lehet, hogy még többet is. Ezek az emberek nem lesznek hitelképesek, és nem is lenne őket szabad belehajtani egy magán lakás építkezésbe. Elkerülhetetlen, hogy valamennyi bérlakás ne épüljön az országban, elkerülhetetlen, hogy Nyíregyházán legalább annyi bérlakás ne épüljön, mint amennyit mi építettünk az előző ciklusban, vagy ciklusokban, és elkerülhetetlen, hogy egy átfogó, egész országra kiterjedő lakbértámogatási rendszer ne kerüljön bevezetésre. Különleges ebédben volt részük a Nyíregyházi állatparkban élő szibériai tigriseknek. A látványetetésről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Az NB1B keleti csoportjának második helyén várja a bajnokság folytatását a Nyíregyházi KC. A játékos keretben minimális változás várható, és a célok sem módosultak. Továbbra is dobogós helyen szeretne végezni a Varga Zsolt által irányított együttes. Az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága negyedik alkalommal rendezi meg Nyírbátorban téli műfőves felkészülési tornáját. A január 29-én rajtoló rendezvényre 15 csapat nevezését fogadták el a szervezők. Különleges ebédben volt részük a Nyíregyházi állatparkban élő szibériai tigriseknek. A kifutóban már két generáció is él, a mostani látványetetésen feldrótozva kapták meg élelmüket, annak érdekében, hogy mentálisan és fizikailag is aktívak legyenek a vadállatok. Különleges ebédben volt ma részük a szibériai tigriseknek, táplálékukat feldrótozták, illetve a kifutón több helyen is elrejtették a látványetetés kedvéért. Az állatpark gondozói fontosnak tartják, hogy bár állatkerti körülmények között élnek a tigrisek, mégis megmozgassák őket mentálisan, valamint fizikailag is aktívabbá váljanak. A menü most is hasonló volt, bár máshogy körítettük, bárányt és csirkehúst kaptak, és igazából egyet függő volt, hogy ki hogy lakmározott belőle, a legügyesebb Pamir volt a vezérnőstényünk, utána pedig Usánka a hím állat, aki egyébként sokkal nagyobb termettel bír, de jóval galamlelkűbb, ő tudott falatozni. A leghuncutabbak pedig a fél éves kis tigrisek voltak, az ő dolguk most jelenleg az, hogy elercsennek egy-egy falatot a többiektől. Az első szibériai tigris még 2005-ben született a Nyíregyházi állatparkban. Pamirhoz, a tenyész nőstényhez Angliából érkezett a hím tigris. Őket és az ő utódaikat láthatják az ide látogatók. A két tigris kölyök tavaly nyáron született szintén itt a nyírségi állatkertben. Világszerte azonban egyre alacsonyabb az egyedszámuk.
Jelenleg a tigriseknek 6 alfaja él, a szibíriai él egyedül a jeges, hideg területeken, éppen ezért nem olyan sötét, narancsárga a bundája, mint a többi alfajnak. Mindösszesen 500 egyedé belőle a szabad természetben, az orvadászat következtében, illetve élőhely is egyre jobban csökken, és egy olyan alfajról van szó, ami a többitől eltérően hasi zsírréteget is növesztett, hiszen élőhelyén akár a mínusz 45 fok is előfordul. A macskafélék családjának jól ismert ragadozói közül egyébként a tigris a legnagyobb és legerősebb alfaj. Az ivarérett hímek akár a 300 kg-ot is elérhetik. Az NB1B keleti csoportjának második helyén várja a bajnokság folytatását a nyíregyházi KC. A játékos keretben minimális változás várható, és a célok sem módosultak. Továbbra is dobogós helyen szeretne végezni a Varga Zsolt által irányított együttes. Az NKC 6-7 edzőmeccset tervez a február 6-án esedékes bajnoki rajtig. A listavezető Algyőtől 2 ponttal lemaradva, a harmadik Ferencvárost 1 ponttal megelőzve, 10 győzelemmel, 2 döntetlennel és mindössze 1-1 gólos vereséggel a második helyen várja a tavaszi szezon kezdetét a nyíregyházi KC. Varga Zsolt szakmai igazgató szerint a csapat megfelelt az előzetes elvárásoknak, mindössze 1-2 játékos teljesítménye hagyott kívánivalót maga után. Voltak nagyon jó teljesítmények, én azt gondolom, hogy kapuban a Nagy Levente nagyon régóta is, sőt mi együtt is játszottunk, szerintem az egyik legjobb szezont produkálta. Nagyon stabilak voltunk a kapus poszton, ugyanakkor a Gorán Angelics, az egy montenegrói fiatal válogatott játékos, ő viszont csalódást okozott, úgyhogy az ő játékát meg is köszöntük most az őszi szezon végén. A külső, tehát a többi játékos, én azt gondolom, hogy a bal szélen a Tóth Balázs szintén távozott, ő pont a konkurens Algyőhöz, és a többiek, én azt gondolom, hogy elégedettek voltunk, csapatszinten jó muzsikáltunk, aki még csalódás és akinek az ügye még nincs lezárva, az a japán válogatott Makaru Atsushi. Az ő képessége és az ő tudása az azért mélyen elmaradt attól, amit tőle vártunk. A héten még rávezető edzéseken vesznek részt a játékosok, a jövő héten kezdődik a keményebb munka, majd sorra jönnek az edzőmeccsek. 23-án, 24-én részt veszünk a Dobókupán Egerbe, egy ilyen kétnapos tornán, ott van 4 mérkőzésünk. Jövő héten terveztünk vagy egy Szatmár Németivel, vagy egy Ózdal, még nem tudtuk leegyeztetni az időpontot, egy felkészülési mérkőzést, és van még egy szlovák csapattal, vagy itthon, vagy idegenben még egy, tehát összesen egy ilyen 6-7 mérkőzés van. Nem is terveztünk, és nem is szabad többet, hiszen összesen van jó 4 hetünk arra, hogy felkészüljünk az első bajnokira. A bajnokság február 6-án folytatódik. Az első tavaszi fordulóban rögtön rangadót játszik az NKC, ugyanis a Ferencváros otthonában lépnek majd pályára Nagy Leventéjék. Az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg megyei igazgatósága negyedik alkalommal rendezi meg Nyírbátorban téli műszöves felkészülési tornáját. A január 29-én rajtoló rendezvényre 15 csapat nevezését fogadták el a szervezők. A megyei első és másodosztályú együttesek 11 játéknapon, összesen 30 meccsen lépnek majd pályára. Az elmúlt években népszerűvé vált a csapatok körében a nyírbátori műfüves felkészülési torna, ahol szervezett keretek között hasonló erősségű ellenfelekkel szemben hangolhattak a tavaszi rajtra a megyé első és másodosztályú együttesek. Idén a korábbinál kisebb létszámú lesz majd a mezőny. Szerettük volna 2 helyszínen rendezni, de sajnos ez megint nem jött össze. Nagyon bízunk benne, hogy a következő évben majd fog úgy fejlődni az infrastruktúránk, hogy majd meg tudjuk ezt oldani. Így maradtunk a nyírbátori helyszínen, egyébként ami tökéletes szokott lenni, viszont így visszább kellett venni a nevező csapatok létszámát, és végül 15 csapatba határoztuk meg. Az első 15 jelentkező csapatot tudtuk fogadni. Ezeket a csapatokat 3-5-ös csoportba soroltuk, és amire még odafigyeltünk, az, hogy ne kezdődjön túl hamar a torna. Ugye volt, amikor a január 10-e környékén már játszottak a csapatok, és sokszor edzés nélkül vagy egy edzésre a lábukba érkeztek oda a játékosok, és tényleg most teljes mértékben a csapatok felkészülését szolgálja ez a nagypályás műfős torna, hiszen január 29-e lesz az első játéknap, és ugye a megye egyes csapatok jelentős része jövő héten már elkezdi a munkát, sőt akad, aki ezen a héten már edzésben áll, tehát egy 2-3 hetes munka után pont jókor, jó időben, nem a fizikai felkészülés kellős közepén kell majd mérkőzéseket játszani Nyírbátorba.
A korábbi években megszokotthoz képest változik a lebonyolítás módja is. Nem lesznek helyosztó és rájátszás mérkőzések, ez azt jelenti, hogy csak csoportmérkőzéseket rendezünk, és éppen ezért úgy osztottuk be a csapatokat, hogy az őszi bajnoki tabella alapján, tehát a 7 megye 1-es csapat jelentkezett, és a legjobb 5 megye 1-es csapatot raktuk egy csoportba, a másik 2 megye 1-es csapat került a megye 2-be élbolyhoz tartozó együttesek mellé, gondolok itt egy Kótaira, egy Vásárosnamira például, és a harmadik csoportba került 4 megye 2-es csapat, illetve a rendező Nyírbátor FC második számú csapata, aki egyedüli megye 3-as csapatként indul, megye 3-as egyesületként vesz részt ezen a rendezvényen. 2x45 perces mérkőzések lesznek, tehát nem 80, hanem 90 perces meccsek, ez is változik, és minden csapat 4 mérkőzést játszik. Annyi, hogy nem lesz, hogy ki az első, ki a második, ki a harmadik, de szerintem ez egyáltalán nem fontos, hiszen a lényeg az, hogy megfelelően fel tudjanak készülni a tavaszi folytatásra az együttesek. A torna január 29-én pénteken a Szakói Fehérgyalma találkozóval rajtol, azt követően szombati, vasárnapi és szerdai játéknapokon lépnek majd pályára a csapatok. A második fordulót is sikerrel vette Fucsovics Márton az ausztráliai Adelaide-ben. A 70 ezer dollár összdíjazású ATP Challenger tornán a nyíregyházi teniszező 6-1-6-4-re verte az ausztrál Maverick Baines-t. Fucsovics az elődöntőbe jutásért a japán Moriya Hiroki ellen lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Országosan több mint 1,3 millió darab megyei matricát értékesített tavaly a Nemzeti Útdíj Fizetési Szolgáltató ZRT. Az új típus bevezetésével Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és a főváros között az eddigi összeg 60%-áért összesen 25 ezer forintért közlekedhetnek az autósok egész évben. A tavaly megvásárolt matricák még 2016. január 31-ig érvényesek. Január 1-től a sertéshús áfája 27%-ról 5%-ra csökkent. A régi fogyasztói árhoz képest így olcsóbbak a tőkehúsok. Ilyen a comb, a lapocka, a tarja, a karaj, az oldalas, valamint a dagadó. A feldolgozott termékek áfája nem változott. A sertésmájat, sertészsíradékot és a zsírszalonnát továbbra is 27%-os forgalmi adó terheli. Kártyaformátumú igazolvány váltja fel a hagyományos papír alapú, kézzel kitöltött őstermelői igazolványokat. Az új kártyán elhelyezett adatoknak köszönhetően könnyebben ellenőrizhető, hogy az árusok valóban a saját termékeiket kínálják-e a piacon, vagy pedig kereskedelmi tevékenységet folytatnak. A Kölcsei Televízió híradóját látták csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Tudósításainkat addig is elérhetik honlapunkon. A munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, a csapadékos időjárást okozó mediterrán ciklon kelet felé elhagyja térségünket, nyugat felől egy meleg front közeledik, enyhébb levegő érkezik fölénk. Éjjel eleinte változóan, majd többnyire erősen felhős lesz az ég, éjszaka párássá válik a levegő, zúzmarás köd is képződhet, havazás, ónos eső egyaránt előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 7 fok között alakul. Holnap napközben változóan felhős lesz az ég, több órás napsütés várható, csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél időnként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 5 fok között alakul. Holnap hideg és melegfronti hatás egyszerre érvényesül térségünkben. A hétvégén, jövő hét elején többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, sokfelé és több alkalommal valószínű eső. Enyhébbek, egyre több felé fagymentesek lesznek az éjszakák, kissé tovább erősödik a nappali felmelegedés. A jövő hét közepére csökken a felhőzet, több-kevesebb napsütés várható.